Jobb elő, vigyázzatok! Ebben a pillanatban jött be Norbi, az történt, hogy már a pálya közepén jelezte, hogy elment a fékje, és azt is mondta, hogy azt sem nagyon tudja, hogy fog tudni megállni, amikor bejön ide a box utcába. Végül sikerült úgy lelassítani, hogy a box utca végén már csak 30-al ment. Két oldalt most megpróbálják leszedni a féknyergeket az autóról, hogy megnézzék, hogy mi történt. Nem túl jó jel, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából mindenki kint van, de sajnos nekünk rögtön be kellett jönni. Hát azon kívül, hogy az autón nem volt fék, magától adta a gázt, és hát váltani nem tudtam, azon kívül nem volt vele gond, de nem tudom, volt egy ijesztő szituáció, amikor beesett a fékpedál teljesen elég nagy sebességnél, és szerencse, hogy kiaszfaltozták ugye a menekülő útvonalat, mert hát különben nagyon csúnya vége lehetett volna, főleg, hogyha van egy autó előttem, vagy bármi, úgyhogy hát vannak még egyelőre gyermekbetegségei az autónak, de örülök neki, hogy mindenféle karcolás, törés nélkül megúsztuk ezt az etapot. Kicsit elbizonytalanodtam, mert tehát ennyi technikai problémával nem találkoztam, amióta ugye volt lehetőségem kipróbálni a tavalyi autót meg az ideit, de amikor jó volt az autó abban néhány pillanatban, akkor élveztem a vezetést, és érzem, hogy talán jó lehet, de hát nyilván a következő szabad edzés után szeretnék egy néhány értékelhető kört azért megtenni az időmérőt, mert az fontos lenne.